Sziasztok! Ebben a videóban összegyűjtöttem 5 indokot arra az esetre, hogy ne tartsák kutyát. Ezeket vedd figyelembe akkor is, mikor elgondolkozol azon, hogy valamilyen állatot szeretnél tartani, ugyanis az állattartás sajnos nem való mindenkinek, és minden életformához szintén nem való. Remélem, hogy tudok egy kicsit segíteni ebben a videóban, és ha érdekel, akkor gyere és tarts velem! Nem való neked akkor kutya, ha nem szereted a rendszerességet, ha nagyon spontán vagy. Ugyanis a kutyák szeretik a rendszeres életet, minden reggel le kell őket vinni pisilni, sétálni, illetve délbe és egy esti sétára is le kell vinni. Eközben kell foglalkozni a fejlődésével is, intelligenciájával, tanítanod kell, játszanod, foglalkoznod kell vele, ami sok-sok időt elvesz az életedből, ami egy rendszerességre utal. Kutyatartását nem ajánlom neked, hogyha nem szeretsz mozogni, ugyanis attól függetlenül, hogyha kertesházban laksz, vagy akár lakásban, akkor is el kell vinned sétálni naponta, akár többször is, hiszen le kell mozgatni, mivel hogyha nincs elfáradva a kutya, akkor akár kárt is tud okozni a lakásodban, vagy a házadban, amit nyilván nem szeretnél. Szóval én akkor ajánlom, hogy kutyát tartsál, hogyha egy aktívabb életet élsz. Nem ajánlom, hogy legyen egy kutyád, hogyha nincs elég időd. Ugyanis nagyon sok helyen látom, hogy a kutyákat akár csak kerti növénynek tartják, és nem foglalkoznak vele. Ennek semmi értelme nincs, szenved a kutya, szenvedsz te, hogyha akár ugat vagy stresszes, és akár tönkretesz dolgokat. Szóval mérlegeld, hogy mennyi időd van naponta a kutyára. Nem ajánlom, hogy legyen egy kutyád, hogyha nem akarsz új kapcsolatokat, ugyanis akarva akaratlanul a séták során a kutyások valamilyen szinten összetartanak, és muszáj lesz beszélgetned kutyásokkal, hiszen akárhová mész sétálni vele, akár parkba, erdőbe, stb. Oda jöhetnek emberek, és kérdezhetnek a kutyádról, és hogyha nem vagy erre felkészülve, akkor nem ajánlom, hogy legyen egy kutyád, hiszen ez egy ilyen világ. Nagyon sokan kritizálhatnak is, hogy hogyan tartod a kutyádat, vagy éppen milyen ételt, italt, stb. Adsz neki. Itt nyilván mérlegelned kell, és hogyha a tudásod szerint a legjobbat biztosítod neki, akkor a negatív kommentekkel, illetve beszólásokkal nem kell foglalkozni. Marad. Az állattartás, továbbá a kutya tartása felelősséggel jár. Ha nem szeretnél magadnak felelősséget, plusz felelősséget, akkor nem ajánlom, hogy legyen egy házi állatod. Ez lett volna az én 5 indokom, hogy miért ne tartsál kutyát, viszont hogyha pont az ellenkezője vagy, és ezeket a dolgokat szívesen csinálod, akkor azt ajánlom, hogy vágjál bele, menj el egy menhelyre, és fogadj örökbe egy kutyust, hiszen a legjobb dolog a világon, és szerintem az az élet, amit a kutyák biztosítanak, annál jobb nincsen, és nem mondhatod azt, hogy nem tudod magaddal vinni ide vagy oda, mivel a helyek 90%-ára el tudod vinni, és tudod úgy szervezni a napodat, illetve a programodat, hogy a kutya is beleférjen. Ez a videó viszont ennyi lett volna, köszönöm, ha itt voltatok, és ha végignéztétek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb majd egy következő videóban. Addig is, sziasztok!